nagyon-nagyon fontosnak tartom. Én azt nem tudom, hogy jól gondolom-e, hogy egy művésznek nem csak az a feladata, hogy szórakoztasson, elvigyen minket egy másik világba a zenéjén keresztül, hanem egy picit adjon is valamit az embereknek. Azon túl, hogy szórakoztat, egy picit elgondolkodtasson minket. Hogyha azt mondom, hogy a föld szélén középen, névelő nélkül, akkor minden embernek más jut eszébe. Neked mi jutott eszedbe, mikor ezt adtad Én címnek? Szerettem volna föltenni neked ezt a kérdést, hogy nem packázni szeretnék, hanem inkább játszani, mert azért az egész élet egy nagy játék. És hát, hogy az embernek elsőre mi jut eszébe? Föld szélén középen. Elmondjam, hogy nekem mi jut eszembe? De jó lenne, köszönöm. Én azt gondolom, hogy ma nagyon-nagyon sok zenész, előadó művész létezik Magyarországon, akik nagyon divatosak, szépek, csinosak, nagyon jól énekelnek, nagyon jó képűek, nagyon jól néznek ki. Őket helyjel közzel megcsinálják, de biztos magukat is formálják, azért az érdemeiket sem vehetjük el, mert nagyon sokan tényleges tehetséggel bírnak, de azt gondolom, hogy igazi értéket nem képviselnek, nem sok mindent ad a hallgatónak, a nézőnek. Ellentétben mondjuk veled, aki most már tényleg évtizedek óta műveled, ezen a pályán vagy, tényleg tanultál hangszeren játszani, több hangszert meg tudsz szólaltatni. Nézd, érezheted úgy, hogy a föld szélén vagy a perifériára szorultál ezek miatt a divatosabb emberek miatt, viszont mégiscsak középen vagy, mert ez az igazi érték. Én ezt gondolnám. Nagyon szép kerek történet, amit mondtál. Én azt kívánom azoknak, akik próbálkoznak, hogy legyen nekik jövőjük, legyen nekik múltjuk, és hogyha le tudják tenni az asztalra azt, amit minőségben elfogad a közönség, akkor tegyék azt, és sok sikert kívánok hozzá. Én amikor megírtam a dalt, és megadtam a címet, akkor az legelső gondos megfogalmazásban az futott rajtam végig, hogy tükrözni kell a lemezen szereplő dalokat mindenféleképpen, valahogy tükrözni kell az egészet, összefogni valahogy is és a hangulatát. Na most földszélén középen. Ugye azt mondtam, hogy világzenéjét szeretem megismerni, járom a világot, zene szárnyán mindenhova jutok. Nagyon sok felé jutottam, inkább mondjuk így Kínától, a balkáni területig, mediterrán területet említettem, és a többi folytathatnám tovább. Mégis azt mondom, hogy ragaszkodom egy picit, hogy Magyarországról beszéljek, azt mondom, hogy Európa szívében, és hogyha pici színpadról beszélünk, akkor mondhatom azt, hogy a föld szélén, mert hogy ez a pici színpad, ez egy, de nekünk a nagy színpad, pici színpad, a világszínpad az nem itt van, de ez a mi kis színpadunk itt. De ha még tovább megyek, és ugye mondtam, hogy középen, tehát Európa közepén, és a szív, a föld szíve az itt dobog, nálunk dobogok öt, tehát a szív csak az itt van, akkor mondjuk az, hogy a közepén. Tehát egy pici magyarázat erről az én elképzelésemben, de még erről szerintem veled hosszasan tudnánk beszélgetni. Mit ad a zene a művésznek, és mit ad a hallgatónak? Ez a zene, és úgy általában a zene, de mondjuk akkor a te zenéd, vagy ez a lemez. Mindig más tud, amikor alkotási folyamatban vagyok, mindig más tud, amikor eszembe jut a dal, vagy valami történt, és az alapján szeretném megvalósítani magam. Más tud a koncerten, és más tud, amikor a közönség felől érzem a visszajelzést. Tehát akkor már olyan sokrétű a dolog, hogy azt mondom, hogy majdnem, hogy mindent. A privát életemben is sok mindent ad. És ott nem mindig foglalkozom ezzel, gyakorlok ezzel a hangszerrel, a másikkal, a harmadikkal, élvezem azt, amit csinálok, nagyon szeretem, és ezt kívánom mindenkinek, aki dolgozik, hogy találja meg abban az élményt, és szeresse azt, amit csinál. Nyilván nem mindenkinek van lehetősége, én is sok mindent csináltam már olyat, amit nem a legnagyobb kedvel, de a zene az pont nem, ez pont az a csúcs, amit történhet velem, hogy muzsikálgatok, akár itthon, akár külföldön. És hát, hogyha tovább menjünk, és azt mondom, hogy ugye, nem a föld szélén középen című lemezről beszélünk, hanem valamilyen másik előadókról, akiket szeretek hallgatni, akkor azt mondom, hogy benn van a lemeztárban, az autóban néhány olyan CD, ami örök darab. Te és mit azt szeretsz mindig hallgatni? Mindig kapcsolom akkor, te amikor arra hallgatsz? Veszélség. Jelen pillanatban a Richardban egyik lemeze van benn, benn van egy világzene van benn, méghozzá egy Chantelzene, igen, Chantelzeneje van benn, van benn egy klasszikus válogatás, és ez különböző utazás volt. Tegnap is 500 kilométert mentem, közel 500 kilométert, és akkor hallgatgattam. Este muszáj volt a gyorsavat betenni, már kicsit álmosodtam, és nagyon szakadt az eső, és akkor már a Richard vonal került be.
Van a Billabondi, akit egyszerűen soha nem tudok kiszedni abból a CD-tárból. Nem azért, mert beleszorult, hanem annyira szeretem, hogy egyszerűen eszméletlen jó. És hát sorolhatnám, ezek hát valahogy azt mondtad, hogy eltelik az idő, vagy telik az idő az emberrel, és akkor mennyi minden ülepszik le. Így van, és ráadásul valahogy úgy lenyugszik minden. És most, hogyha rákérdezel, jó, de hát ezek pont ilyen temperamentumos dolog vannak, gyors, pregnáns dolgok, és akkor én azt mondom, hogy igen, na de az nem azt jelenti, hogy kavalkádban van ilyen őrület zakatolás. Zakatolás lehet úgy is, hogy letisztult az ember, és ott van a szünetnek is a helye a zenében, és a többi hangszernek is. Beszélgessünk a koncertjeidről egy picit. Hatalmas fellépésre készülsz. December 19-én a Mátrika Múzeumban láthatunk téged. Ennek mi az érdekessége? A helyszín, és amikor elmondtam neked, mondtad, hogy de ott a múzeumban, és mondtam, hogy igen, de hát hogy lett, ezt te kérdezted, hogy akkor az hogy lehet ott? Hát úgy, ahogy már a közönség is tapasztalta, és most egy picit fel, akik nem voltak, még így fellebbentem a leplet róla, hogy hát valamikor sétálgatok én ott a kiállított tárgyak között is. Tehát az a terület, akár az üvegfallal, akár a bent lévő tárgyakkal nem zavar, sőt azt mondom, hogy különlegeséget ad. Sőt, már azt is próbáltam, hogy zene nélkül játszottam el egy-két szerzeményt, az, hogy az akusztikára figyelnek az emberek. Tehát itt most jelen pillanatban a legújabb lemez, a Földszélén középen című Szent Martin album szinte teljes anyaga el fog hangozni, bár erre mindig kell vigyáznom, hogy régiek közül is válasszak. Mondom, az nincs kitörölve, az van ugyanúgy a Phantom az operában, Concerto di Aramo, és ha kell, akkor és ha olyan a hangulat azt kívánja, akkor lesz a Romeo és Júlia is. Ezek örök darabok gyakorlatilag, és a közönség ki is követeli magának. Tehát ilyen nincs, hogy most akkor, hát én most ezt elsumákolom, nem játszom el. Nem, ki követeli magának, és a végén azt mondják, hogy ne, addig lesengednek a színpadról. És aztán megpróbálom legalább akkor 80%-ban bemutatni a legújabb albumot. Karácsony után pedig Budapesten láthatunk téged. Karácsony után 27-én este 6 órakor ott pedig az Uránia Filmszínházban leszünk. Ott kis szimfonikus zenekarral, és hát egy olyan új technikával végül is, amit egyelőre nem próbáltunk még ki sehol. Ez a közönséget valóban el fogja egy kicsit utaztatni, mert hogy én próbálok ezekre mindig kitérni, lehetőség szerint, hogy több érzékszervvel legyen foglalva az emberek. Egyszer pár évvel ezelőtt a Planetáriumban muzsikáltunk a zenekarommal, és ott akkor jöttem haza nemrég Malajziából, és akkor lefoglaltuk így a kínai kultúra szerint, lefoglaltuk szinte az összes érzékszervet az embereknek. Illatbefúvás volt, egy ételkóstolás volt a koncert után, benn ilyen lézeres, tehát sok-sok minden. És most erre próbálok visszatérni egy kicsit, még hogyha nem is a teljességet, tehát nem fogunk ételt kínálni nyilván, hanem teljesen más dolgot, de ott is kis teával fogunk kezdődött kedveskedni, úgyhogy majd meglátjuk. Köszönjük el azzal a nézőktől, hogy a Mátrika Múzeumban december 19-én várod őket. Nagyon szépen köszönöm. Így köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nézőinek köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök a Négy Szem Közt című műsorunkat látták. Műsorunkat megtekinthetik a www.rtv.hu internetes portálon. Viszontlátásra!